Remek hangulatú programmal köszöntötte vendégeit a Victoria Pódium kettcsináló Turmix kulturális programsorozat, amely a Victoria Rehabilitációs Központ alapítványának szervezésében indult, a város sokszínű kulturális életét bemutató havonta jelentkező műsor, amelynek jótékony célja az itt élők életkörülményeihez való hozzájárulás, és amely most egy rendkívüli felajánlással gazdagodott. Lesz a műsor elején egy kis meglepetés is. Egy ajándékot, nem kis ajándékot hozott egy illető, majd ezt meg fogom mutatni. Egy hölgy, aki horgol, és nagy követő táborral együtt horgol hatalmas dolgokat. És ide például most 30 horgolt takarót hozott ajándékba az otthon lakóinak. Ezen az estén egy legendát köszönthettünk a pódiumon, Szirtes Edina Mókus, a jelen egyik legfontosabb mai magyar muzsikusa jóvoltából megelevenedett az a különleges millió, ami körülveszi őt, s így bennünket is, mindez fűszerezve az általa képviselt egyedi zenei stílussal. Mindig az az első, ami eszembe jut, hogy végre valamit tehetünk, hogy ezért muzsikálunk. Hogy tudom, ez túl nagyra vágyó szándék, de valahogy mindig az van, hogy megmenteni lelkeket, szíveket, szomorúságot, a világot. Tudom, ez nagyon nagyra vágyó, mint említettem, tisztában vagyok vele, de mi másként lehet egy hangot is életre hívni, mint ezzel az odaadással. Szóval amikor az embert ilyen helyen játszhat, akkor azt érzi, hogy a helyére került, és végre nem produkciókat bocsátunk ki magunkból, és hajladozunk, hanem végülis azért vagyunk, hogy szolgáljunk, hogy adjuk, amink van. Az est vendégeként itt volt velünk és nekünk Őrsi Ferenc is, aki természetesen elhozta magával nagyszerű könyvét is. Nagy-nagy örömmel, nyilvánvalóan egy óriási megtiszteltetés, ez egy rendkívül rangos esemény minden hónap kedjén, és igazából ugye a könyvet is mi úgy szántuk, hogy a nettó bevétele az a Kék Golyó Daganatos Alapítvány Egyesületnek fog menni, úgyhogy a kettő valahogy még össze is találkozott. A bensőséges hangulatú találkozón ismét megerősítést nyert, hogy a mozgássérültek Victoria Rehabilitációs Alapítvány által megálmodott esemény közösségteremtő és jótékony célokat szolgál. A támogatásokat az esten befolyt teljes összeget az alapítvány a központ fenntartására fordítja.